15 éve foglalkozom a Nemzeti Könyvtár állományának gyarapításával, és ebből 10 évet a Mikes Kelemen program vezetésével töltöttem. Ez a program a tengeren túli magyarság dokumentumhagyatékát hozza haza, és ebből a hatalmas mennyiségből választottam egy jellemző kiadványt, az Új Világ című heti lapot, amely a braziliai São jelent meg. Gyarapítóként igazi vadászöztön alakul ki az emberben az évek során, különösen, hogyha ilyen tömegű dokumentum megy át a kezei között. Ezt éltem át a Mikes Kelemen program során, mert legnagyobb meglepetésemre ez az Újvilág Világ című Heti lap nem volt meg az OSK gyűjteményében, teljesen ismeretlen cím, és ráadásul az első évfolyam első számot sikerült gyarapítanunk, ami igazi kuriózum. Dél-Amerikában is jelentős magyar diaszpóra alakult ki a Trianon utáni első években már. A bevándorlók többsége földműves volt, hisz az ültetvényeken sok munkáskézre volt szükség. Emellett volt a tanácsköztársaság után kivándorolt politikai emigrációs csoport is, akik ezt az Új Világ című lapot, illetve annak az elődjét, a Szampaulói Futárt elindították. 1924-ben alakult meg a köztársasági kör, az ő lapjukról van szó. A köztársasági kör a munkásokat a szocialista eszmék alapján akarta megszervezni, ennek érdekében szervezett különböző kulturális eseményeket, és a lap az egyik olyan híradó felület volt, ahol ezeket a Rendezvényeket hirdették. Mindenféle közösségi, társasági híreket közölt, az eseményekre meghívókat. Nagyon lényeges tevékenysége volt a magyar származású vállalkozásoknak a hirdetéseit elhelyezni az éttermeket, a panziókat, különböző szolgáltatásoknak a reklámjait. Nagyon örülünk ennek alapnak, mert a dél-amerikai diaszporáról, ezen belül a braziliai magyarságról nagyon kevés információnk van, és ezt a hiányt nagyon jól fogja ezt pótolni. A kora és a savas papírja miatt nagyon törik, nem lehet kézbe venni igazából, szúrákta is, ezért a digitalizálás előtt restauráláson kell átesnie.